A Kölcsöi Ferenc Gimnázium Nyíregyháza egyik nagy múltú oktatási intézménye. Létrehozása a Magyarországi Tanítóképzés képzés átszervezéséhez kötődik, és 1958-ban alapították. A gimnáziumban 16 évfolyamonként négy osztályban folyik nappali tagozatos oktatás. Ez a 2020-2021-es tanévben kiegészül, már hatosztályos osztályos képzést is indítanak. Maga az ötlet az már négy-öt évvel ezelőtti körülbelül, amikor arra gondoltunk, hogy a Kölcsei Ferenc gimnáziumban elindíthatnánk egy hatosztályos gimnáziumi képzést, képzést, is, és ezt az évet használtuk föl ennek a kivitelezésére tulajdonképpen. Ehhez szükséges az iskola pedagógiai programjának újra gondolása. 2019 őszén pedig már az általános iskolásokat is várják az intézmény nyílt tanítási napjára. Pontosabb információkat szeptembertől kaphatnak az érdeklődő gyerekek és szüleik a Kölcsei Honlapján vagy személyesen a gimnáziumban. Egy osztályt tervezünk beiskolázni a hatosztályos gimnáziumi évfolyamra, és természetesen elsősorban az idegen nyelveket szeretnénk emelt szinten tanítani, heti 5 órában a gyerekek és a szülők választás alapján, illetve tanulói igények alapján természetesen bármilyen tárgyból a képzés előre haladtával választhatók lesznek majd tárgyak az emelt szintű érettségére való felkészüléshez. A gimnázium vezetősége az elmúlt években azt tapasztalta, hogy Nyíregyházen nagyobb létszámban szeretnének hatosztályos képzésben tanulni, mint amennyire most lehetőséget biztosítanak a helyi intézmények. Ez azért is előnyös a diákok számára, mert így négy helyet, hat évük lesz felkészülni az érettségire.